Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Hova kellene tekintened? Miben kellene hinned? Ezt most megtekintjük ennél a három kérdőjeles jóslásnál. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Ezt most megtekintjük ennél a kirakásnál. Ezen a képen megjelenik egy mágikus. Tehát nála vannak ilyen varázslatos gondolatok, és hisz abban, hogy ő a terveit meg tudja valósítani. Amiben még hisz, ez a varázslatos kapcsolat kettőtök között, ez a mágikus vonzalom. A következő kép mutatni fogja az ő érzelmeit. Ha ő 100%-kal biztos lenne a dolgában, amit ő tervez, és amiben ő hisz, akkor bizonyára ezt közölni fogja veled. De neki időre van szüksége a terveit megvalósítani, vagy kimondani, erre utal ez a második kártya, mert ő most befele tekint. Biztos akar lenni a dolgában. De az is lehet, hogy a környezete nem segít neki ebben, vagy vannak támadások, hiszen a kártya mutatja azt, hogy ez a szürke felhő körülveszi őt. És az utal a félelmekre. Bizonyos helyzetek vagy kapcsolatok, ami miatt vannak ezek az érzések. A bizonytalanság vagy a félelem. Ezen át kell tennie magát, vagy olyan döntéseket hozni, amit ő szeretne megvalósítani. Így befele tekint. Az is lehet, hogy hallgat, hogy nem mondja másoknak azt, amit ő szeretne, mert fél attól, hogy mások beleavatkoznak a dolgaiba, vagy megpróbálják ezt megakadályozni. A harmadik kérdés az lenne, hogy mit közöl veled. Én is szeretnék röviden közölni valamit. Kérhettek tőlem egy személyes jóslást álnéven, a díjam 3500 forint, az információkat megtaláljátok ott alul az infoboxban. És most megnézzük a harmadik kártyát. Először is megtekintjük az ötös számot ezen a képen. És az arra utal, hogy mások befolyásolják az eseményeket. Ez lehet egy jó kapcsolat is, ami segít nektek, de lehetnek rossz emberek is, akik megpróbálják megakadályozni azt, hogy ti összejöjjetek, vagy legyen egy közös terv, holott megvan ez a mágikus vonzalom. Mivel ő most így befele tekint, és nem beszél a terveiről, előfordulhat az, hogy ti megsértődtök, és úgy gondoljátok, hogy ő nem akarja ezt a párkapcsolatot, mert ezen a képen látható ez a szomorúság. De figyeljetek oda más dolgokra, ami a háttérben van. Ezt mutatja ez a szent kép vagy ablak. Ott a háttérben van négy érem, és a négyes szám is a biztonság érzésére utal, vagy az anyagi biztonságra. Kihat a párkapcsolatra, de kihat az anyagiakra is. Amit te most jelenleg megtekintesz, az, amit ez a kislány mutat. Egy érem.
és előfordulhat, hogy kivált félelmeket, mert attól félsz, hogy te ezt elveszíted. Ezek lehetnek anyagiak, de lehet ez a párkapcsolat is. Fordulj meg, nézd meg azt, hogy mi van a háttérben, és figyelj a körülményekre. Abban az esetben, ha ő most nem beszél a terveiről, vagy nem jelentkezik, akkor tudd azt, hogy az nem rajtad múlik, vagy rajta múlik, hanem a körülmények ilyen nehezek. Amit még ez a kártya közöl veled, ezek az aranyérmék ott a háttérben, ez nem csak anyagiakra vagy a munkára utal, hanem a belső értékekre is. Megvan a vonzalom, és te értékes vagy számára. Őrizd meg a nyugalmadat, légy kicsit türelmes. Itt rendeződik a helyzet. És most megtekintjük a következő kártyát, ez lehet egy meglepetés, vagy a megoldás. A park utal a természetre. Ez lehet egy kirándulás, vagy mutatja a nyilvánosságot. Valami kiderül, nyilvánosságra kerül, vagy ő mutat téged a nyilvánosságon, és lesz egy meghívás, lehet ez egy ünnepség, vagy lesz egy meghívás, és közösen elmentek valahova, ami a nyilvánosságra utal. Mint például egy közös vacsora a nyilvánosságon, természetesen, ha itt a parkról van szó. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!